Sziasztok, és üdv újra itt a csatornán, ahol környezetvédelemről, vegánságról és low waste életmódról osztok meg videókat heti rendszerességgel. Hogyha még nem jártál nálam, akkor szia, én Évi vagyok, és arra gondoltam, hogy ebben a mai videóban egy kicsit vlogolok, és megmutatom nektek, hogy mi történik mostanában velem. Egy különleges hetet választottam, egy nagyon izgalmas hetet választottam, mert ezen a héten három rendezvényen is részt kell vennem, mint moderátor, előadó, rendezvényszervező, stb. Lesz egy előadásom, fogok tartani egy workshopot, és ezen kívül moderálni is fogok egy rendezvényt, úgyhogy tényleg egy eseménydús hetet választottam nektek. Ma reggel felkeltünk, vidéken voltunk Tomi szüleinél, mert vigyáztunk Tomi szüleinek a kutyájára, Mazsolára, mert Tomi szülei elutaztak. Reggelire Tomi csinált nagyon finom mandulatejes tejberist. Aztán bejöttünk a városba, én átmentem édesapámékhoz, mert nekik van egy csúcs szuper varrógépük, és egy kicsit ügyködtem még a szerdai workshopra készülő újrahasználható szendvicscsomagolókon, amiket a workshopon fogunk dekorálni a résztvevőkkel. Most pedig eljöttem ide az Őrsvezér terére, mint láthatjátok, mert találkozom egy ismerősömmel, aki nagyon kedves volt, mert felajánlotta, hogy odaadja nekem azokat a szilárd samponokat, amiket ő kipróbál, de annyira nem váltak be neki, és hogyha esetleg lenne kedvem egy olyan videóhoz, mint amit a fogkrémekről készítettem, hogy kipróbáltam az összes Zero Waste fogkrémet, és véleményezem őket, és ez most samponokkal, ehhez tudnám használni őket, és nagyon kedves, hogy ezeket felajánlott, úgyhogy vele fogok mindjárt találkozni. Aztán hazamegyek, és hogyha a fényviszonyok még engedik, akkor megpróbálok felvenni egy videót, hogyha nem, akkor inkább készülök a holnapi előadásra, amit fogok moderálni Szegeden. Aztán vacsorát főzök, és nagyjából ennyi volt ez a hétfői nap. Találkozunk kedden! Na, megérkeztem Szegedre. Ma itt fogok egy előadást moderálni egy városklimatológussal és egy környezetvédelmi tanácsadóval, de előtte arra gondoltam, hogy elmegyek és megnézem Szeged második csomagolásmentes boltját, a Garabolyost, ami ott van a hátam mögött. Igen. Na, hazaértem Szegedről. A Szegedi Tudomány Egyetemen kellett egy előadást per beszélgetést moderálnom, amit a Szegedi Tudomány Egyetem öreg diákjai szerveztek. Nagyon érdekes volt, és igazából két előadást hallgattunk meg, illetve ezeket konferáltam fel. Az egyiket egy városklimatológus tartotta, Gál Tamás, dr. Gál Tamás, a másodikat pedig Csernus Dóra, aki pedig egy környezetvédelmi tanácsadó. És hogyha jól tudom, akkor klímapolitikával vagy környezetpolitikával foglalkozik civilben. És akkor mind a ketten tartottak egy-egy előadást, ezeket felkonferáltam, és utána pedig volt egy közös beszélgetésünk. És őszinte legyek, tényleg azt éreztem, hogy jó volt így komolyabb témákról beszélgetni szakértőkkel, és hát nagyon érdekes volt. Gál Tamás egy kicsit borúsabban látja az egész helyzetet, ő valahogy nem, mert ő a számokat látja, és ezért azt gondolja, hogy nem igazán lesz ennek már szép kimenetele, már mint a klímaváltozásnak. Csernus Dóra egy kicsit derűsebben látja a dolgot, ő tényleg azt látja, hogy egyre több embert érdekel ez a téma, de abban mind a ketten, vagy mind a hárman megegyeztünk, hogy igen, itt nagyon sürgős cselekvésekre lenne szükség, és drasztikus lépésekre lenne szükség. Mindannyiunk érdeke az, hogy korszerű fűtésrendszer legyen minden háztartásban, azért Magyarországon még mindig elég sokan fűtenek fával, illetve gázzal. Ez az egyik, aztán ugye a homlokzat
szigetelést megoldani a házakon, aztán ugye a közlekedéssel kapcsolatos problémák, hogy nagyon sokan repülnek, én ez ügyben szeretnék szintén így csökkenteni, vagy is lemondani a repülésre. Az autós közlekedés minimalizálása, inkább legyen a tömegközlekedésen, biciklizáson, gyalogláson, vonatozáson a hangsúly, stb. És hát igen, sajnos az étrendünkben is kell komoly változtatásokat lépni. Mindannyian közös érdeke az, hogy csökkentsük az állati eredetű élelmiszerek fogyasztását, ezt még ők is hangsúlyozzák. Na mindegy, egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és aztán mentem a vasútállomásra, és mindjárt egy pillanat, mentem a vasútállomásra, és már ott voltam, és kerestem a jegypénztárat, és hát én életemben először jártam Szegeden, kifele menet meg nem kellett keresnem a jegypénztárat, és ott volt egy lány, megkérdeztem, hogy nem tudja, hogy merre van a jegypénztár, erre mondta, hogy ja, te az Évi vagy, na gyere velem! És aztán nagyon jót beszélgettünk ezzel a lánnyal útközben, ő is Budapest felé tartott, és kiderült, hogy ő pedig egy szelektív hulladék feldolgozó telepen, vagy cégnél, szervezetnél dolgozik, úgyhogy vele is erről beszélgettünk, hát nagyon érdekes volt, és kiderült, hogy igen, nézi a csatornát. Hello, szia, lány, elfelejtettem a nevedet, ne haragudj, pedig olyan szép neved volt, emlékeztem, hogy mondtam, hogy jaj, de szép neved van. Na mindegy, hogyha látod, akkor szia, nagyon, nagyon jó beszélgetés volt, és nagyon gyorsan elrepült így ez a két óra. Most pedig már itthon vagyok, Tomi csinált nagyon finom vegán bolonyait, majd mindjárt megmutatom nektek, és hát nagyjából ennyi volt ez a nap, nektek nem tűnik soknak, nekem viszont írtó hosszú volt, és nagyon elfáradtam. Hello. Ma csütörtök van, nem feledkeztem el a szerdáról, vagy szerda is, csak tegnap nem volt időm beszélgetni veletek. Tegnap tartottam meg este a szalvéta dekoráló workshopot, vagy a szendvicscsomagoló dekoráló workshopot, amire még készítettem hétfőn a újrahasználható szendvicscsomagolókat. Nagyon jól sikerült, telt házunk volt, mindegyik jegy elkelt, és annak ellenére, hogy mindenkinek kötelezően maszkban kellett lennie, még így is nagyon élveztük, és nagyon jó volt a hangulat, és tényleg gyönyörűséges újrahasználható szendvicscsomagolók születtek. Ezeket krumpli nyomdával és textilfestékkel dekoráltuk, illetve csináltunk még szintén újra használható ellenben szójaviasszal készült szendvicscsomagolót is. Ennek a méhviaszos változatát már egyszer megmutattam korábban itt a csatornán, és igazából a szójaviaszos is ugyanúgy készül, csak nem méhviasza, hanem szójával, és akkor ez így vegán. Illetve tegnap délelőtt még forgattam, azt a videót ma töltöttem fel, vegán aktivizmusról szól. Aztán tegnap este a workshop után hazaestem, nagyon fáradtan, és Tomi nagyon kedves volt, mert csinált vörös lencse dált, amit vegán tejföllel, igen, van vegán tejföl, nagyon durva, a Dr. Oetker gyártja, vegán tejföllel ettük, és nagyon-nagyon finom volt. Hát nagyjából így nézett ki a tegnapi nap, ma pedig, hát feltöltöttem a videót, utána pedig bejöttem suliba, mert órám volt itt az egyetemen. Sajnos igazából tegnap és tegnap előtt is lett volna órám, de ezekre nem tudtam elmenni munka miatt. Hát ez most ilyen, meg így a mesterszakon ezt viszonylag jól tolerálják, mert majdnem mindenki dolgozik. De majd ezeket az órákat, elmaradt órákat igyekszem pótolni a következő napokban. És ennyi, találkozunk holnap. A holnap nagyon izgalmas nap lesz. Sziasztok! Én
pénteken egy békés vegán tüntetésen vettem részt a Deák Ferenc téri aluljáróban a Vegán Aktivisták Magyarország csapattal, és több mint 60 kártyát osztottunk ki azon emberek számára, akik érdeklődésüket fejezték ki a vegán életmód iránt. Másnap szombaton pedig Gödöllőn a Diverzitás Alapítvány számára tartottam inspiratív előadást a környezettudatos életmódról, és nagyjából így telt ez a pörgős hetem. Hamarosan találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok! Köszönöm, hogy megnézted a videómat, hogyha szeretnél támogatni, akkor a Patreon oldalamon keresztül közvetlenül is támogathatod a munkánkat. Hello!